Hello srácok, tudom, már nagyon régen nem volt videó, de minden videót így kezdek, szóval lapozzunk is tovább. Ebben a videóban nagyon-nagyon trétetolásokat fogok nézni a netről. Már régebb óta gondolkodtam egy ilyen videón, sőt szerintem már magyarok közül is volt olyan, aki ilyet csinált. De nem értek. Rengeteg ilyen cikket láttam már ténylegesen a neten. Összegyűjtögettek nagyon gáz tetoválásokat, és mindig néztem, hogy ember, ki csinál ilyet? És mielőtt elkezdeném ezt a videót, annyit el szeretnék mondani, hogy nagyon sokan beleesnek abba a hibába, hogy szeretnének tetoválást, de egy, nem tudják, hogy mit, kettő pedig nem szánnak rá túl sok pénzt. Így sokan lesznek olyanok, akik nem elégedettek a tetoválásaikkal, mert nem azt kapják, amit szerettek volna. Illetve, hogyha elégedettek is, hát igazából nem túl ízlésesek, vagy nem túl szépek a tetoválásaik, max azt hiszik, hogy igen, mármint ízlések és pofonok, de tényleg vannak olyanok, akiknek nagyon-nagyon-nagyon nem szép a tetoválásuk, és hát nem mindegy. Szóval ismerek ilyen embereket is. Sok olyan művész is van, aki hát nem tud tetoválni, vagy nagyon csúnyán tetovál, és mégis mennek hozzájuk, ezt nem is értem, hogy miért van. De ha valakinek ez kell, akkor hát csinálja, nekem igazából tök mindegy. Én próbálok olyanokat nézni, akiknek tetszik a munkásságuk, meg szépek, egyenesek a vonalak, és azért nem irreálisan drága, mert nyilván vannak olyan tetoválók, akik már eléggé el vannak szállva maguktól, mert van egy nevük, és akkor már ugyanazt a tetoválást elkészítik, mint más, mit tudom én, 50 ezerrel drágában mondjuk, vagy még drágában. És volt már olyan, hogy kértem árajánlatot valakitől, akinek volt neve, és sokkal olcsóbban megcsinálta egy másik csaj, sokkal jobban. De ezt már kifejtettem az egyik videómban. De mindegy, akkor térjünk is rá a képekre, amiket majd így random be fogok ide vágni, bocsi, Stitch. És igazából felszerettem volna venni a képernyőt a gépemen, de valamiért most a programom az így huncutkodik és nem engedi, tehát maradok a bevágásoknál. Vértem, hogy Worst Tattoos, és kiadta, hát a legelsőre fogok rámenni igazából. Reagálok úgymond rájuk, amiben mindig is béna voltam, mert egy, nem szeretem a reakcióvideókat, kettő pedig, mondjuk ez annyira nem reakcióvideó, kettő pedig nem tudok annyira kameralt őszinte érzéseket produkálni. Mondjuk ez a való életben is így van, tehát, hogy kapok karácsonyként egy ajándékot, max így nézek, hogy köszi. És így nem tudok annyira látványosan örülni a dolgoknak, sajnos, de megpróbálok minden tőlem telhetőt megtenni, ígérem. Az első. Kezdjük ott, hogy soha senkinek az arcképét nem tetováltatnám magamra, főleg nem olyanét, aki mondjuk valami ismerősöm, vagy ilyesmi, vagy párom, vagy szülőm, vagy pulyám, vagy bármi. Főleg nem olyan emberrel, aki nem tud tetoválni, szóval ilyet még én is csinálnék nektek ingyen. Esküszöm, szívesen adtok egy gépet, és csinálok ilyet. Amúgy is Heróton van az ilyen maszhatolós árnyékolás, hogy nem tudom, hogy mondjam, az olyan kb. Mint amikor rajzban nem satírozással árnyékolsz, hanem maszhatolással. Tehát felviszed a grafitot, és elkezded így. Hát az undorít. Mondhatjuk, hogy hasonlít, mert vannak ennél rosszabbak, de hát inkább levágnám a karomat tőből, mint hogy ezt viseljem. Második, hát nem tudom amúgy kivetemedik ilyenre, és még ha jól látom, ugye a háttérben még a valami anyag is kockás, lehet, hogy annyira szerette azt az anyagot, hogy azzal akart válni, de tényleg nem értem az arctetoválásokat, amúgy sem preferálom túlzottan, nagyon szeretem a tetkókat, nekem is van jó pár, meg lesz is, de arcra soha nem tetováltatnék, maximum ide a füle mögé, meg ilyenek, de arcra nem. Főleg nem ilyet, tehát nem tudom, most így, nem. Ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, ez bolond. Ugye nem vagyok túl jó angolból, viszont ezt a Never Don't Give Up-ot nagyon sokszor láttam, és fun fact, van egy Don't Give Up-os tetkom nekem is, de legalább nem Never Don't Give Up. Ja, annyit még én is tudok angolból, hogy nem tagadunk kétszer, ugye a Never meg a Don't is tagadás, és akkor Never Don't Give Up az helytelen nyelvtanból. Ennyit még én is tudok, egyébként nem vagyok jó angolból, nyelvtanilag meg főleg nem, de annyi jó benne egyébként, hogy legalább szépen van, de emberünk is ennyire szar volt matekból, abból is az vagyok, de hogy angolból, meg a tetoválónk is, azért kettő ilyen hülyét összerakni azért elég nehéz. Igen, ezt a páros tetkót is sokszor láttam már, mármint ezt a párt konkrétan. Sőt, ezt a gyűjteményt már láttam régebben ezekről a tetoválásokról, csak már nem igazán emlékszem rájuk. Cringe. Tehát egy az, hogy nem is rajzolódik ki normálisan a szív, mert nem. Kettő pedig az, hogy maga az ötlet amúgy nem lenne rossz, tehát szerintem egész aranyos tud lenni, hogyha nem konkrétan mondjuk a párod nevét, vagy a dátumát, vagy
bármiét magadra tetováltatod, hanem egy olyan tetoválást csináltok mindketten, ami összeillesz válik egyé. Tehát ez mondhatni aranyos, cuki, meg minden, de ez nagyon el van rontva, szóval ez nagyon szar. Kicsik is nézik a videóimat, tehát ehhez nem kommentálnék túl sok mindent, csak azt, hogy miért. I love poo, az van ráírva a kezére, ami lényegében, ha nem csal az angol tudásom, annyit jelent, hogy szeretek szarni. Ami jó dolog egyébként, nekem is vannak ilyen jóleső dolgaim. Tudjátok, amikor egész nap bent tartjátok, és hazaértek, és már így azon imádkoztok az utolsó 5 méteren, hogy ki ne essen. De azért nem tetováltatnám magamra, szóval, ja. Na, erről beszéltem, tehát az arctetoválások. Ez nem tudom, mire volt jó, hűség van egyébként az arcára tetováltatva. Talán láttam is egy cikket ebből, de nem vagyok benne biztos, hogy a csaj azért tetováltatta magára, hogy bizonyítson a párjának, hogy nem hagyná el. Vagy valami ilyesmi, lehet, hogy nem ezzel a csajjal volt, de volt valami hasonló ilyen eset. És egyébként még, hogyha ezt máshova tettetné, nem lenne vele úgy konkrétan bajom. Tényleg mindenki azt tetováltat olyan szöveget, amit akar magára, feltéve, hogyha helyesen van írva, ugyebár. De ekkorába, a pofádra, hát ne. Kifejezetten csúnya tetoválásokat keresek, nem annyira izéket. Jó, ez mondjuk nagyon gáz. A csaj, hát fogalmazzunk szépen, sunájára van tetováltatva az, hogy Joe-nak a rózsaszín... ez nem tudom, mit jelent, várjatok segítségével. Segítségül hívom Google fordítót. A fordítások között szerepel az, hogy kereplő, csattogtató és harangnyelve. Szóval, hát szerintem itt a csattogtatóra gondolnak. Vagy nem tudom, hogy tényleg ez mi akar lenni. De hát akkor Joe-nak a rózsaszín csattogtatója van a hölgyeménynek az intim részére tetoválva, ami hát mindegy. Nem részletezném inkább. A Palinak a hogy is hívjákjához pedig az a írva, hogy Szárának a ezeket se ismerem tüskés nem, mivel nincs oda nem tudom elolvasni rendesen mi az ott amúgy, ha az a szó, amire én gondolok, akkor az uborka akar lenni, ami reálisnak tűnik, tehát ugye beszéltük előbb a szívecskés páros tetkót, hogy nagyon gyász. Ez még annál is rosszabb, sokkal, sokkal rosszabb. Új tetkó, mit gondoltok? Kiss me where I pee. Csokolj meg ott, ahol pisilek. Miért? Ez is tipikusan olyan, hogy miért. De komolyan, levetkőzteti a csávó, és ezt látja. Hát én ott helyben elrohannék. Jó, ezt én is vágom, hogy ugye knowledge is power lenne a helyes szó. Ez is ugye el van nagyon-nagyon csúnyán írva. Meg az egész undorító, ahogy van. Tényleg ilyet én is csinálnék nektek, hogyha kérnétek, de inkább ne kérjetek. Jó, ez meg egy Nike pipa akar lenni a nyakán. Ez a tipikus példája az undorító portréknak, mert hogy ez emberre nem hasonlít, de még fosra se, tehát nem is értem, hogy miért mennek ilyen emberekhez tetováltatni, és ezért még fizetnek is, mert valószínűleg fizetnek is érte. Jó, ezt inkább továbblapoznám. Ennek a homlokára van tetoválva az, hogy rasszista. Ez szintén annak a példája, amikor elmész egy tetoválóhoz is. De nem, egyébként nem, mert hogyha látod, hogy valaki ilyet csinál, akkor nem mész el hozzá. Mert vannak olyanok, akik mondjuk direkt gyerekrajzokat tetováltatnak magukra, ami szintén aranyos, meg minden. De ez nem hiszem, hogy abból indult. Ez szimplán valaki be volt állva, mint gerej, vagy be volt a piálva, és ez született belőle. Mert nem hiszem, hogy épesző emberek ilyet csinálnának. Gyönyörű példák ismételten az undorító portrékról, és erről az oldalról ennyi van. Na mindegy, próbáltam keresni még képeket, de annyira nem találtam olyan jókat, meg nem akarom már elhúzni tovább ezt a videót. Igazából arra számítottam, hogy sokkal viccesebb lesz, de helyette inkább hát megbotránkoztam. És így kiégtem teljesen. Szóval bocs, hogyha nem azt kaptátok, amire számítottatok. Én is vicces videót szerettem volna ebből gyártani, de lehet, hogy ti jót rögtetek rajta. Én csak szimplán így elveszettem minden hitem az emberiségben. Jó, mondjuk az már rég megtörtént.
tényleg azt tudom nektek javasolni, hogyha tetoválást szeretnétek csináltatni, akkor nagyon sokat nézelődjetek, és inkább tegyetek félre, hogy ki tudjátok fizetni, és inkább fizessetek többet, vagy hát ugye egy bizonyos keresés után, hogy azért nagyon sokat nem kell fizetni nyilván, mondtam, valaki túl sokat kér el, nem is éri meg tőle annyiért tetoválást csináltatni, szóval tényleg először is sok kutató munkát végezzetek, nézzétek meg, melyik az a művész, akinek a legjobban illik hozzátok a stílusa, aki a legszebben dolgozik szerintetek, illetve kérjetek mindenkitől árajánlatot, válogassatok inkább többet, vagy keresetek inkább többet, kérjetek árajánlatokat, meg hogy igen, ilyesmi, próbáljátok meg azt megtalálni, aki leginkább olyan árban dolgozik, ami számotokra megfizethető, viszont szép. Tehát igen. Illetve, ja, igazából ez a kettő, hogy ne menjetek el akárkihez, illetve figyeljetek az összegre is. Ne csináltassatok túl olcsón, de nem is kell túl drágán tetováltatni. Próbáljátok megtalálni ezt az arany középutat számotokra, és legyetek igényesek a tetoválásaitokra, és jól gondoljátok meg, hogy mit, hova és miért csináltattok. Vagy különben úgy jártok, mint ezek a szép emberek, akik ezt művelték saját magukkal, ugyebár egy tetoválást elfedni, ugye plusz pénz, plusz fájdalom, viszont leszedetni még több pénz és még több fájdalom, tehát tényleg okosan csináltassatok tetoválásokat. És ennyi lettem volna mára, nem tudom mikor lesz legközelebb videó, ne is kérdezzétek, mert tényleg nem tudom, sajnos minden nap dolgozom szinte, meg próbálom élni a kis életemet, de továbbra is fogok videózni, tehát igyekszem azért nem ilyen egy hónapos eltűnéseket végrehajtani, de ne várjatok tőlem most így jelenleg hetente videókat, majd lesz egy projekt, egy együttműködésem egy céggel valószínűleg, akkor lehet, hogy lesznek hetente vagy két hetente videók azzal kapcsolatban, de egyelőre ennyit tudok produkálni, sajnos, vagy nem sajnos, és akkor nem mentegetőzöm tovább most már, hanem akkor megyek és megvágom, és akkor ma végre lesz új videó. Tetováltassatok okosan, és találkozunk legközelebb, addig pedig sziasztok!